Eddig semmi bajotok nem volt a homoszexualitással, amit díjazok, bármint úgy általában, akikről beszélek, azok úgy is tudják. Viszont ez a tény, hogy egy 15 éves szeretőm van, ez sokaknál kiverte a biztosítékot. Én 39, ő 15, ez micsoda már? A Krúdy Gyula Általános Iskola egyik pedagógiai asszisztense osztott meg megdöbbentő részleteket a magánéletéről TikTok csatornáján. Az efebofília azt jelenti, hogy egy 18 éven felüli, körülbelül 15-től 19 évesekig vonzónak találja az adott nem képviselőit, lehet ez fiú is, lehet ez lány is. Az esetemben fiúkról van szó. A botrány február 13-án hétfőn robbant ki, és még aznap elbocsátották az intézményből a dolgozót. Az iskola azonban nem kívánja kommentálni az eseményeket. Valami illetékes van esetleg, akivel tudnánk interjút készíteni? Nem tudnak készíteni. Az intézmény bejáratánál a mai napig a pedagógus tüntetésekről jól ismert szimbólumok fogadják az ideérkezőket. A botrányban érintett 39 éves férfi pedig aktívan közreműködött a demonstrációkon is, amellett, hogy az LMBTQ közösséget népszerűsítő posztokat tett közzé közösségi média felületein. Engem olyan emberjogi szervezetek képviselnek, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Amnesty International, de még a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is, tehát, és ezt teszik mindezt ingyen. A TikTokon azzal is kérkedett, hogyha bárki beperli, akkor nyugodtan megteheti, mert őt a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Amnesty International és még a PDS is védi. A PDS ügyvivője Nagy Erzsébet még kommentált is az egyik fényképe alá, mégpedig azt, hogyha gondban van, nyugodtan szóljon. Én azt tudom mondani, hogy a Bite Zsoltnak az ügyeivel én foglalkoztam egy párral, amivel kereste a PDS-t, joga van hozzá, mint ahogy másnak is, de ezek munkajogi kérdések voltak, ami a foglalkoztatásával volt kapcsolatos. Ezzel az üggyel kapcsolatban pedig semmiféle ügyet, semmit nem intézett neki a PDS. Csak hogy az érintett ebben az ügyben emlékszik rá, hogy fordult ilyen jellegű szexuális orientációval kapcsolatos diszkrimináció kapcsán önökhöz? Szexuális, mármint a saját szexuális orientációval. Tehát, hogy a diszkrimináció. Igen. Hát előfordulhat, mert akinek ilyen baja van, az szokott ilyesmivel hozzánk fordulni, de mi az ő ügyében nem jártunk el. Tehát maximum tanácsadás szintje lehetett ilyen, de az, hogy ő konkrétan valakivel szexuális kapcsolatot létesít, aki ráadásul tanulókorú, és engem az ilyen értelme nem nagyon érdekel, hogy ha beleegyezési korhatár alatt vagy fölött van, mert szerintem a pedagógus és a diák között soha nem lehet szexuális kapcsolat, legyen akárhány éves, ugye a tanuló, mert nem az a munkakapcsolat lényege. Határozottan emlékszem, hogy ő szombati napon engem valamikor este felhívott, mert még szóltam is, hogy hát azért bocsánat, de ez nem jogsegélyhez illő vagy méltó időpont. És mondta, hogy őt támadás érte, szexuális identitása meg egyebek miatt, de amikor említette azt, hogy ő vele kapcsolatban ilyen jellegű vizsgálat folyik, hogy ő szexuális kapcsolatot létesített, vagy nem tanulóval, akkor ott szóltam, hogy megállunk azért, mert ez nem munkajogi kérdés. Ezeket az ügyeket büntetőjogilag kell kezelni.